Elérkeztünk a Kamionos Európa Bajnokság 6. verseny hétvégéjéhez. Az elkövetkezendő egy órában a Moszti futamok összefoglalóját tekinthetik meg. És érkezik a 10-es számú MAN, vagyis a magyar kamion, az Oxo Racing, ugye Birnbauer Zoltánnal a nyerekben vágott neki az újabb kalannak, az újabb Európa-bajnoki versenyhétvégének. Tulajdonképpen a Moszti pálya számít félig meddig hazai pályának, ez van ugyanis a legközelebb Magyarországhoz, és most már hagyományosan ide látogat ki a legtöbb magyar szurkoló, illetve szponzor. Ezek a szabad edzés, illetve az időmérő szombat reggeli képei. Birnbauer Zoltán 15. időt autózott, tehát ez lesz majd a rajt pozíciója. Nem jön meg a pálya nekem, valahogy nem jön meg. A kanyar kombinációkban rosszul kezdem az elsőt, a harmadik kanyaron is még szedem össze az autót. Ezen kell javítani, mert így nagyon, nagyon rosszak az idők. De legalább van honnan fejlődni, mondhatnánk. Ez pedig már az első verseny rajtja, és Alexander Vovval utazunk, aki a 7. hely környékéről indulva próbál itt a szendvicsben valahogyan előrébb keveredni, de nem lesz könnyű dolga, hiszen mint látod, hogy az első kanyarban egy kamion is nehézkesen fér el, hát még három vagy négy egymás egyén hátán. Itt pedig már a német, a Renault gyári pilótája Markus Österreich. Aztán Markus Bösiger, aki megnyerte az időmérőt, és így aztán ő ment az első helyről. Ők az élmenők, akikkel most néhány rövid másodperc erejéig utazni tudunk. Mint látható, az időjárás nem volt igazából kegyes a mezőnyhöz. Rendkívül hideg volt szombat reggel, mindössze 10 fok, és bár olykor, mint most is, elő-elő bújt a nap, de igazából a levegőt nem nagyon melegítette meg. Antonio Albacetét, a spanyol támadja, a tavalyi Európa-bajnok, és tavaly is egyik legnagyobb riválisa, Prösecki a cseh, de közben Levettel is még bánniuk kell valahogyan, hiszen a brit az elmúlt időszakban nagyon sokat tudott fejlődni. Markus Bösiger nyert egyébként a szabad edzést, őt látjuk most a 4-es kamionnal a mezőny elején autózni. Akkor még Antonio Albacete csak néhány tizeddel volt elmaradva mögötte, aztán Bösigerhez Levett és Österreich csatlakoztak az időmérők folyamán, és ők hárman egyrészt nagyon együtt, nagyon hasonló időket autóztak, másrészt a többiek jócskán elmaradtak mögöttük, tehát már körvonalazódott az időmérők alatt, hogy Bösiger és Levett, illetve Österreich nagy csatájára lehet majd szó. Bösigeri a 4-es, Österreich a 24-es, Levetté pedig az 5-ös versenykamion. A cél egyenes, egy kicsit lassítva, 160 km/h a maximum, amit autózhatnak ezek a kamionok, tehát ennél jóval nagyobb sebességre volnának képesek. Johan Hahn, ő ugye Szobi Balázs csapattársaként kezdte az idényt, és ők ketten úgy tűnt, hogy simán a dobogót elérhetik. Balázs halálával ez az álom is úgy tűnik, hogy szerte foszlott. Itt van Johan Hahn, Antonio Albacete és Vrösecki továbbra is egymás nyakában lövet, és a többiek. Birnbauer Zoltán, aki ugye mondtam, hogy a 15. helyről indult, de itt érkezik Zoli. Azért egy kicsit tudott előrébb lépni, előrébb kamionozni, és a 14. majd a 13. helyre is előre jött. Mindenképpen tudni kell egyébként róla, hogy mentálisan nagyon megviseli őt, és hát persze minden pilótát, akinek kicsi a gyakorlata, az, hogy a folyamatosan bolyban autózik, és szinte többet kell hátrafelé nézni a tükörbe, mint előre azokra a kamionokra, akiket esetleg van esélye megelőzni. Most derült csak ki ezeken a versenyeken, hogy milyen hihetetlenül nehéz végig koncentrálni ezt a 4 futamot egy-egy verseny hétvégén, ilyen sűrű mezőnyben. Itt közben Johan Hahnt látjuk, amint Vrösecki előtt tud maradni. Itt pedig Birnbauer Zoltán érkezik. Ugye neki minden egyes pálya új. Tulajdonképpen nagyon más lehetősége nincsen, mint hogy versenyek előtt az internet segítségével, valaki más szemszögéből esetleg
párszor gondolatban végig autózzon az aszfaltsíkon, illetve biciklire szokott ülni, és így volt ez most is Csehországban, hogy minden négyzetcentiméterét feltérképezze a pályának, a nyomvonalnak, hogy aztán gyakorlatilag szűzkész szerencsét az alapon üljön kamionba. De mondom, ez már amióta ő vette át Szabi Balázs helyét, így van minden versenyen. Hendrik Wiedt egyébként, egy Mercedes-t kormányzó német az, aki e pillanatban ott mögötte autózik, illetve Uwe Nittel a 10-es kamionban, aki egy Freightlinert vezet, később kapcsolódott be az idénybe, és egyelőre nem is igen csúsznak ki neki az eredmények. Itt látjuk a középmezőnyt Uwe Nittellel, Hendrik Wiedttel többek között, akik ott vannak a Birnbauer Zoltán támadó bolyban. Ez a Freightliner elvileg sokkal gyorsabb, mint Zoli emelnye, és mire ezt kimondom, látható, hogy már el is ment neki. Innen kanyar, amit meg tud fogni Nittel előtt, az bravúr kategória. A két versenyző múltját ismerve, meg kamionját persze. Kicsit keresztbe is autózik most Birnbauer Zoltán. Azt mindenképpen tudni kell, hogy itt az első verseny vége felé megint beborult az ég, és elkezdett csöpögni az eső. Sőt, itt most már, hogy hallják a kopogást is a mikrofonokon, egyenesen szakad. Az idei új standardek, műszaki előírások úgyis azt sugalták, azt vetítették előre, nagy keresztbe autózások lesznek majd a kanyarokban. Hát így most, ilyen nedves körülmények között, ráadásul száraz versenyre készülve, ez még inkább igaz. Pokolian nehéz lesz megfogni majd ezeket a versenykamionokat. És Jeremy Robineau, a francia, egy másik MAN-nel érkezik Birnbauer Zoltán mögött, akinek nagyon más célja nem lehet, vagy más feladata, mint hogy itt az első verseny végén megfogja még a 13. helyet, ami így is javítás az időmérőhöz képest. Ugye a 10. helytől jár Európa bajnoki pont, ez még az új pilótának nem jött össze. Aztán megint egy keresztbe autózás, Michel Bassanelli egy daffal, de még valahogy ki keveredik belőle. Érkezik Markus Bösiger, aki vezeti a versenyt továbbra is. 24-essel a Renault-val jön Markus Österreich, és aztán 15-essel Adam Lackó. Itt pedig Chris Levert. Ha ennyit látni nagyjából a pályáról, Chris Levert le a fűig egészen. A korlátot sikerül elkerülnie, de mire visszajön, jó néhány pozíciót veszített a brit. Antonio Albacete a 4. helyen autózik e pillanatban. Itt David Brusecki szemszögéből láthattuk, amint a spanyol is egy kicsit keresztbe ment, kirincsel előre, de megfogta, és az óriási bravúr egy-egy ilyen manőver végén még pályán tartani a kamionokat. Hát mindenki összetett kézzel várja, hogy legyen már vége.